A 6-os számú Pest megyei választókerülethez tartozó galgamenti polgármesterek jelenlétében hivatalosan is átadták az országgyűlési képviselői irodát Aszódon. A kirendeltséget Vécsei László országgyűlési képviselő korábban már bemutatta munkatársainak, segítőinek, melyről televíziónk tudósított. Ezúttal az érintett galgamenti települések vezetőit üdvözölte itt. Tisztelt polgármester asszony, tisztelt polgármester urak! Nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtátok a meghívásomat. Úgy gondolom, hogy ez a mai nap jelképes értelemben legalábbis mindenképpen nagyon fontos nap a galgamentének a közéletében, közéleti történetében. Éppen ezért örülök neki, hogy a galgamentén csak nem minden polgármester időt tudott szakítani arra egyéb elfoglaltságai mellett, hogy ezen részt vegyen. Miért mondom azt, hogy fontosnak tartom ezt az eseményt? Nos, az apropója, amiért idejöttünk, az, hogy országgyűlési képviselőként, azt hiszem, hogy a körzet képviselői közül elsőként az országgyűlési képviselői keretemből, a keret által biztosított lehetőségből a lehetséges második országgyűlési képviselői irodámat a választókerületen belül itt Aszódon nyitom meg ünnepélyesen a mai napon. Ehhez az ünnepélyességhez pedig úgy gondoltam, hogy mindenképpen hozzátartozik, hogy a leginkább érintett és az országgyűlési képviselői irodából a legtöbb hasznot majdan látó galgamentének a település vezetőit hívjam össze. Mint arról a november 28-ai esemény után beszámoltunk, az iroda a jó megközelíthetőség miatt Aszód központjában nyílt meg. A kirendeltség ideális arra, hogy az Aszód központú választókerületi rész települései könnyebben elérjék az országgyűlési képviselőt munkája során. Vécsei László hangsúlyozta, a gödöllői irodán túl fogadó óráinak egy részét az aszódi kirendeltségen tartja majd, hiszen fontos számára, hogy ezen térség lakosságával is minél közvetlenebb kapcsolatot építhessen ki. Ez az aszódi iroda, ez részben jelképes. Jelképezi azt, hogy a mi választókerületünk az egy ilyen kétközpontú választókerület, az egyik a főközpont Gödöllő, azonban a választókerület másik központja, Aszód városa, immáron néhány éve ismét járási székhelyként, egy nagyon fontos régiónak, területnek a központjaként szolgálja a választókerületet, a galgamentének a fővárosa, így is szokták nevezni, és hát a galgamentén nagyon sok kisebb település tekint úgy Aszódra, mint intézményi központra, mint igazgatási központra. Én úgy látom, úgy tapasztalom, hogy jó munkakapcsolat is van a galgamenti települések között. Ugyan az országgyűlési képviselő és a polgármesterek vagy a település vezetők között formális kapcsolat úgymond nincs, de én azért a régi kollegialitásra is tekintettel igyekszem mindenhol, ahol erre fogadó készség van, az önkormányzattal is különleges és szoros viszonyt kialakítani, hiszen az én munkámat is nagyon megkönnyíti, hogyha összhang van a település vezetés és az országgyűlési képviselő között. A 6-os számú Pest megyei választókerület 17 településéből az új aszódi iroda megnyitása 10 települést érint szorosabban. Így az országgyűlési képviselő ügyfélfogadási idejében várhatóan számos lakossági jellegű ügyben tud majd személyesen segítséget nyújtani. Én úgy érzem, hogy Vécsei úr ezzel közelebb kerül még a választó polgárokhoz, és a választó polgárok is könnyebben megtalálják Vécsei urat, hiszen tudjuk, hogy az országgyűlési képviselői munka mellett nem tudja megtenni azt, hogy rendszeresen testületülésekre, települési rendezvényekre jöjjön el, viszont ugye a választó polgárok igénylik a minél gyakoribb találkozást, és hogyha már kialakul az, hogy mikor találják itt a lakosok személyesen Vécsei urat, illetve mikor tartanak a kollégái fogadóórát, ezt közzétesszük a településen, és szerintem ez a választópolgároknak is nagy öröm lesz, hogy amikor valami olyan problémájuk van, akkor itt központban, Aszódon megtalálják az illetékest. Úgyhogy én az örömömet fejezem ki, és sok sikert kívánok ebben az irodában való tevékenységhez is.
Nagyon-nagyon fontos dolog ez, hogy itt a környékben megtalálják a képviselő úrat, hogy egyenesen ne az önkormányzathoz jöjjenek be a kérdéseikkel, hanem itt tovább tudom őket küldeni Aszódra, hiszen ez egy 10 kilométeres távolságra van. Az ügyfélfogadási időbe el tudnak jönni, és saját maguk tudják tőle megkérdezni az ő problémáikat, és egyenesbe kapják meg a választ. Úgyhogy én ennek nagyon örülök, hogy ez megnyitott itt. A lakossági ügyek mellett az önkormányzatokkal folytatott közös munka tovább erősítésében is fontos az aszódi iroda megnyitása. Ennek kapcsán a megjelent polgármesterek örömüket fejezték ki az átadó eseményen. Én úgy gondolom, hogy ez egy fontos állomása annak, hogy az aszódi és környező települések lakosai megszokják, hogy van egy ilyen iroda, ha gondjaik, problémájuk van, hiszen a kormánypárti képviselőnk van, a kormánytól kapott információkat egyenesbe tudja részünkre átadni, és ez egy nagyon-nagyon-nagyon fontos dolog, hiszen ezután fognak beindulni azok a projektek, bár egy kicsit ugye Pest megye, mint közép-magyarországi régió, kicsit hátrányosabb helyzetben van szorítva, mint a többi régiók, de én hiszek abban, amit most a 187 település polgármester és önkormányzatai döntést hozott a megyei közgyűlés, döntést hozott a kormány, hogy kilépünk ebből a úgynevezett hátrányos helyzetű régióból, hiszen ez a Pest megye, vannak olyan területei, amelyek szintén hátrányos helyzetben vannak, mint az aszódi járás fölzárkóztatása, ugye sorolhatnám a Nagykátait, a Szobi járást, de maradnánk szűkebb Pátriánkba. Tehát vannak olyan feladatok, amit itt meg kellene oldanunk az elkövetkező időszakban. Én ehhez kérem a te segítségedet, a te habitusodat, hogy tényleg valóban induljunk el. A Verseg önkormányzatának sajnos sok problémája van. A képviselő úrhoz találtunk kapcsolatot, illetve segítséget kértünk tőle. Nagyon sok dologba kértük a segítségét. Ugye Verseg egyrészt Galgamente legkisebb települése. Közös hivatalt kellett létrehoznunk Kartal nagyközséggel. Ebben a közös hivatal kialakításával is nagyon sok segítséget nyújtott, illetve kaptunk is tőle, illetve, hogy Verseg nagyon-nagyon rossz helyzetben van. Tehát a gazdasági helyzete nagyon rossz volt neki, és adósságrendezést kellett magunk ellen indítani. Itt az adósági eljárásban kiderült, hogy 320 millió forint volt a hitelező igény bejelentkezése, és ugye itt a 320 millióra is kértünk segítséget, de mondták, hogy rendkívüli támogatásban ezt nem tudják részünkre ezt biztosítani, ezért adósságrendezési gondok úrral közösen együttműködve kell lesz valahogy ezt megoldanunk. Én minden településen lényegében a település elképzeléseivel, fejlesztési gondjaival azért tisztában vagyok, és az elkövetkező időben hamarosan egyeztetett időpontban majd az önkormányzatokat, hogyha meg lesz az egyeztetett időpont, akkor végig fogom látogatni, tehát minden polgármester kollégát arra kérek, hogy erre szakítsunk egy kis időt, frissítsük meg azokat az elképzeléseket, amik eddig kialakultak. A megnyitót követő kötetlen beszélgetésen Vécsei László elmondta, hogy az ügyfélfogadás pontos időpontjáról a későbbiekben tájékoztatják majd az önkormányzatokat és a lakosságot.